Üdv mindenkinek, és újabb tekercses videóval itt vagyok nektek. Megtelt nálunk a harmadik üst, és a mai reggel folyamán meg is kaptuk érte a tekercsünket, akkor siessünk be a bossihoz, és nézzük is meg, hogy mit kaptunk, melyik tekercs is az. Hát akkor láthatjátok, melyik tekercs az. A kalandor régész aurája, igézd meg a kalapod, hogy extra tapasztalatokat kapj a kalandok során. És akkor reggel óta elérhető 10 óra. És ugyanannyiba kerül, mint az eddigiek. Ha jól emlékszem rá, 850 ezer arany. Legalábbis nekem ez mindenkinél változó. Következő pedig Melvért. Az a mai hozzávalónk. Kocsvelék állapot, hát hamarosan eléri az 1%-ot. Semmi gond. Nem baj, hát ez örülök ennek, plusz 10% tapasztalat. Ezt is vártam tőle, hogy ezt fogja beadni. Nagyon szerettem volna. És attól féltem, hogy esetleg olyat ad, hogy talizmán, vagy éppen amulettek, ami nem kéne. De szerencsére nem azt adta be. Így plusz 10% XP lesz. Nagyon remélem. Hát akkor ugye nem felejtettétek el, hogy nem a varázsboltba keresgetjük, nem ott nyomogatjuk el a gombát, hanem itt fölül, a bossinál belül, itt tudjátok ezen túl a tekercseket felhasználni. Még valaki ezután is a varázsboltba keresi, de ő hozzájuk még nem jutott el a hír, de terjesszétek ti is minél több embernek, hogy már nem a varázsboltba van, senki ne nyomja még véletlenül se gombát a varázsboltba. Mert itt megtalálják, varázsboltban nem fogják megtalálni. Hiába nyomtok el 10-20 gombákat, nem fogjátok megkapni a varázsboltba a tekercseket, mert többé már nem léteznek ilyen tekercsek, mint amilyen nekem itt van. Ez már csak egy ilyen kis erekje. Szóval akkor annyi a dolgunk, hogy rákattintunk. Igen, az aranyat levette, és meg is nézhetjük, hogy mit ír ki. Már persze, hogyha el tudnánk olvasni, mert úgy egybe folynak a betűk, hogy csak na. Nem változott semmit. Közben én elindítottam egy küldetést, hogy az gyorsan teljen le. Az alatt az idő alatt én megcsinálom a kalapomat, és utána megnézem, hogy kiírja-e ott a küldetéseknél, hogy pluszba 10%. Nem tudom, hogy másnál is ugyanígy írja el ki most itt, hogy egybe folynak-e a betűk. Jó, másnál is ugyanígy egybe folynak. Hát akkor nézzük meg, váltsuk át mondjuk angolra. És nézzük meg, hogy úgy mi a helyzet éppen. Na, minden átváltozott, gyors betöltés. És itt minden szépen, csodásan megvan. Nem folynak egybe a betűk. Láthatjátok, hogy 10 per adventure. Szóval 10 per kaland. A százalék az ugye nincsen ott, mert azt nem tudom, valamiért elfelejtették hozzáadni. De elviekben az plusz 10%-ot ad. Akkor itt ezt gyors leverjük. És megnézzük, hogy ki írja-e nekünk. Ja igen, hát nem. Nem jelzik itt, hogy plusz 10%-ot kapnánk. Ugye ki írja, hogy a guild bónusz, vagyis a C bónusz, meg még hozzáadja a gyűjtőalbumot. Gyors vissza is váltok a magyarra. Bár nem, mint hogyha zavarna az angol engem. De hát a magyart szoktam meg tőletek is, gondolom, a magyarral szoktatok játszani. Nézzünk vissza, hogy hát ha így változik-e, de nem. Nem változott semmit. Szóval akkor itt nem írja ki magyar nyelvnél. Egybe folynak a betűk, nem tudom hogyan, hogy a másik nyelvnél pedig szépen nagyon
átlátható az egész, itt viszont nem, itt egybe folynak, és nem lehet elolvasni egyáltalán, mi van odaírva. Érdekes, érdekes dolgok vannak itt. Vajon, hogyha több mindegyik itemre ugyanígy rakja rá? Szóval mindegyiknél így elfolynak a betűk. Így egymásban van. Ugye bónusz tapasztalat, és akkor már benne van a következő is, hogy 10 kaland per nap. Vagy 10 per nap. Ezt nem tudom, nem lehet elolvasni, mit ír oda. Remélem ezt meg kijavítják minél hamarabb. Már csak az a kérdés, hogy tényleg 10%-kal többet ad-e? Most hogyan? Honnan tudom én, hogy most tényleg 10%-kal többet ad, vagy sem? Ugye nem mindig fix TP-t adnak a küldetések, ezért... Na most nem tudom megmondani, hogy most eddig mennyi volt, és most, hogy 10%-kal több van, vagy sem. Mindig mást adnak, szóval nem fix. Egyáltalán nem fix. Hát nem tudom. Nagyon jó kérdés, hogy többet ad vagy sem. Hát majd nem tudom. Kiderül, remélem, hogy kiderül. Így a napok folyamán, így fejlődésben azért csak meg lehet látni majd szerintem. A fejlődésnél mindenképp megmutatkozik. 10%, hát akkor valamivel hamarabb meg kell lennie a szintnek. Hogyha nem is ilyen héttel előbb nekem, de azért ilyen napokkal, egy-két nappal előbb meg lesz. Hát azt kiderül, mert nem tudni, hogy most mi a helyzet. Oké, megkaptuk, de még nem tudni. Lehet, hogy nem is működik egyáltalán. Ja, a plusz sört azt megittam ma már. Azt elnyomtam, szerencsére nem felejtettem még el. Minden nap emlékeztetni kell magamat. Itt megvásároltam mindent, most már gombába kerül. Ma nem kaptam egy potit se. Ma kb. 3 cuccot vettem meg innen. Aztán a többi már mind gomba. Szuper. Nem potit most nem adott már pár napja. Pedig jól jönne még azért. Nyugodtan adhatja a potikat. Nem fogok megharagudni rá, hogyha potival teletömít nekem a varázsboltot. Örülnék neki nagyon. Hát akkor... ennyi. Nem tudom, várom a következő tekercset, és remélem, hogy az pedig a kesztyűs tekercs lesz. Igen, a kesztyűs. Reakció pont számos, ugyebár már beszéltünk róla. Az kéne, nagyon kéne az. És akkor az kezdene, akinek nagyobb a reakció pont száma, akinek van ilyen tekercse. Szuper lenne. Hát akkor ebben a videóban ennyi fért volna bele. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!